Valójában abból a célból építettük ezt az arénát is, hogy mi magyarok egy sportért rajongó nemzetből sikeres, sportoló nemzetté váljunk. Kérem, ne feledjék, miközben hazánk méretét meghazottuló mennyiségű érmet gyűjt be az olimpiákon és más világversenyeken, addig az Európai Unióban, ez 28 országot jelent, a négy legkevesebbet mozgó ország között tartanak minket számon. A magyar fiataloknak mindössze 38% a sportol rendszeresen. Márpedig, tisztelt győriek, minden ország olyan lesz, amilyen a fiatalsága. Ezért létkérdés, hogy fiataljainkkal megszerettessük a sportot. A sport belépőt jelent a szabadság világába, ahol a szorgalom, a tehetség és az akaraterő mester hármasa számít, és nem a születés, nem az előjogok. És belépőt jelent a munka világába, ahol az lehetsz, és az is leszel, amiért naponta keményen megdolgozol. Jó lenne megértetnünk saját gyermekeinkkel, a következő nemzedékekkel, hogy aki elbújik a próbatételek elől, aki lebeszéli magát a megmérettetésről, mindig a sor végén fog kullogni, mert aki nem nevez be, nem is nyerhet. Kedves győri fiatalok és kedves győri szülők, kérem tehát önöket, sportoltassák gyermekeiket.